Márton napja, a 40 napos karácsonyi böjt előtti utolsó ünnep, számos népszokás kapcsolódik a mezőgazdasági munkák befejezéséhez és Szent Márton legendájához. Ebből az alkalomból a Hajnalcsillag óvoda 4 csoportja is lelkesen készült, versekkel, dalokkal és egy kis kézműveskedéssel idézték fel a mai naphoz kötődő hagyományokat. A gyerekek olyan játékokat fognak előadni, olyan verseket fognak mondani, dalokat énekelni, amelyek kapcsolódnak ehhez a naphoz, vagy a Márton napi szokásokhoz, vagy egyáltalán a libához, mert mi már ezzel nagyon régen készülünk, és egy kis műsort fognak a szülőknek előadni, meg a tesóknak, meg aki eljön hozzánk. Ez a kis műsor, ebbe beleszőttük a libás dalokat, libás versikéket, és minden csoport külön készült. Aztán, amikor minden csoport ezt a kis műsort előadta, a szülők is leülnek, és a gyerekeknek segítenek a mécses készítésben. És közösen is énekelünk, egy kis vendéglátás is lesz a szülőknek, kis libazsíros kenyér hagymával, és közben pedig énekelünk a csúcspont pedig a felvonulás lesz, az idő is megengedi, akkor az óvoda körül föl a Kálvária felé, és vissza egy ilyen kis Mártonnapi lámpás felvonulással készültünk. Hála Istennek egyre többen jönnek a meghirdetett programjainkra, nagyon érdeklődőek, és segítenek, segítőkészek. Mindig meghirdetjük, hogy mit kell hozni, hány órára jöjjenek, tehát mindent megbeszélünk, és egyre többen és többen jönnek, nem csak a szülők hozzák a testvéreket is. Az óvoda nevelési elvei között nem csak a hagyományőrzés kap kiemelt szerepet, fontosnak tartják, hogy időnként a szülők is bepillantást nyerhessenek a kicsik mindennapjaiba. Én azt gondolom, hogy minden néphagyományt jó, hogyha megismernek a gyermekek. Beleszülettek egy országba, aminek ismerni kell a kultúráját. Nem beszélve arról, hogy nagyon jó már a gyerekeknek is, hogyha megismerkednek az ünnepeknek az élményével. Az év folyamán elég kevés alkalom van, amikor mi is láthatjuk őket, hogy hogy mozognak a saját kis közegükben. És hát örülünk neki, hogy néha van egy-egy ilyen nap, amikor mi is láthatjuk őket.